Professzor úr, hogyan emlékezik vissza a Műszaki Egyetem eltöltött rövid időre? Amikor a középiskolát elvégeztem, egyetemet azzal kezdtem, hogy vegyészmérnök legyen belőle. És a terv már eredetileg is az volt, hogy Németországban tanuljak, ott akkor Hitler előtt a tudomány hihetetlenül virult. De mielőtt kimentem, alkalmam volt egy szemesztert, kb. 4 hónapot a műegyetemen végezni. Emlékszem még, hogy oda majdnem minden nap elgyalogoltam. Hát az Pest egyik végétől a másikig volt, mert mi közvetlen az Országház mellett laktunk, és hát jóval délre kellett menni, és át a hidon. Nem volt ott gyakorlati munka, előadások. Jó előadások. Tulajdonképpen kevés részletet tanultam, de egy dolog sokkal világosabb lett előttem, hogy a tervezésekben, a mérnöki tervezésekben milyen nagy pontosság szükséges. Volt egy előadás, amit különösen szerettem, már mindig is, a matematika. Ugyancsak nem tanultunk sokkal többet, de talán világosabban, mint azelőtt, és az ottani matematika tanár, nem emlékszem a nevére, a személyesen is érdeklődött, amit csináltam. Hát én akkor egy dolgot vittem véghez, úgy látszik jól, részt vettem az 5-ös Loránd versenyeken. Ugyebár hát sok-sok éven át ilyen versenyek voltak azok számára, akik épp elvégezték a középiskolát. És én azon versenyen a matematikát megnyertem 3. magammal. A fizikát egyedül nyertem meg. És emlékszem, hogy ennek a tanárnak még elmeséltem, mik voltak a kérdések, ő szívesen hallgatta, és egyik kis része talán még mulatságos is volt. Mi történik, hogyha egy pohár vízben van zérus celsiuszi folyadék, és abban úszik egy zérus celsiuszú jégdarab, a jégdarab elalvad, mennyivel emelkedik a vízszíne? Hát mindenki tudja. Én megmondom, majdnem azonnal nem a felelet jutott eszembe, hanem egy nóta, amit én sajnos már a tarkom nem elég jó, nem tudok elénekelni, de a tanárnak elénekeltem akkor, és a szöveget elmondom. Minden vízbe márt a test, kis angyalom. A súlyából annyit veszt, kis angyalom. Mint ami az általa, na de kiszorított víz súlya, kis angyalom. A
többi könnyű. De nem helyes. Gondolkozva rajta, szerencsém volt, hogy nem volt egy igazán jó fizikus, aki megmondta volna, de bizony, a víz színe egy kicsikét fölmegy. Miért? Mert habár a víz és a jégdarabból kiolvat víz még mindig zérus fokon van, ahhoz, hogy megolvasszuk a jeget, egy kis energia kellett. De az energiának még sajnos súlya is van. Nagyon-nagyon kis súlya van, és amit én most kapásból gyorsan mondhatok, bizony, a víz színe meg fog nőni, de jóval kevesebbel, mint egy molekula átmérővel. Tehát egy molekula átmérőn belül még meg is érdemeltem a fizika díjat. Szívesen emlékszem a műegyetemre, aztán Németországban és később Amerikában sokkal nehezebb volt a dolgom. Akik otthon maradtak, azoknak valószínűleg még sokkal nehezebb. De a műegyetem jó volt és jó maradt. És örülök, hogy egy ideig ott tanulhattam.